Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik követnek minket, és köszöntöm itt az Egyházmegye virtuális stúdiójában vendégünket. Örömmel látjuk vendégül itt a püspök urat, Böcskei László megyés püspök urat, aki hát igazából nem is vendég, hiszen otthon van. Egy új év kezdetén, egy új év elején vagyunk, egy új évet írunk, amelyet Isten kegyelmében nekünk megadatott megélni, nem úgy, mint sok más embertársunknak. És itt gondolok most különösképpen a pár nappal ezelőtt elhunyt Florentin püspökre, de ugyanakkor sok más családtagra, ismerősre, barátra, aki az elmúlt év folyamán eltávozott közülünk. Új kihívások, új feladatok előtt állunk ebben az új esztendőben. Én azt szeretném kérdezni a püspök úrtól, hogy mi változik az elmúlt évhez viszonyítva az egyházmegye életében. Én is mindenkit szeretettel köszöntök ebben az új esztendőben, és örülök, hogy ismét ilyen módon is találkozhatunk. A beszélgetés elején meggyújtottuk ezt a gyertyát, ugye ez sok mindenre emlékeztethet bennünket. Az egyik dolog az, amit úgy kihangsúlyoznék mindjárt az elején, hogy ugye az ember, a mai ember és a mai keresztény nem szabad elfelejts azt, hogy nem sötétségben jár, hanem a hitnek a fénye az mindig átsegít bennünket a sötétségen, a nehézségeken, megpróbáltatásokon. Igen, és ez az a, mondjam úgy, kiinduló pont, és ugyanakkor az az alap, vagy akár sarokkő, amely, hát igen, hiszem én, és remélem, hogy a következő évben is, a következő időben is úgy megalapozza, összetartja a mi tevékenységünket, és mindazt, amit híveinkért, a közösségért, az egyházért akarunk tenni. Ugyanakkor ez a gyertyaláng emlékeztetés vagy emlékezésre is hív bennünket. Ugye szóltál az imént, említetted az imént az elhunyt Florentin püspök urat, akinek a hirtelen távozása azért úgy megrendített bennünket, ugye a hívő embert is, még engem is azért mélyen megrendített. Már azért is, mivel ugye röviddel az ő halála előtt még tudtam, sikerült beszélni, és akkor egészen másról szólt a beszélgetésünk, és akkor ugye a jövőről és a továbbiakról beszélt nekem a püspök úr is, mert a Jóisten másképp rendelte. Igen, ez is egy jel lehet sokunk számára, hogy azért mennyire Isten kezébe vagyunk, és mennyire értékes kell legyen számunkra az idő. Az az idő, ami adva van, és ami rendelkezésünkre áll azért, hogy megfeleljünk a mi mindennapi feladatainknak, azért, hogy tudjunk tervezni, hogy tudjunk előre nézni, előre haladni. Igen, hogyha most mindezeket úgy előre bocsátva próbálok egy kicsit a jövőre nézni, azt mondanám, hogy nem valami újdonsággal leptél meg engem, amikor ezt a kérdést tetted, mert ugye az ember már már benne vagyunk az új esztendőbe, és azt hiszem, hogy nem csak nálam van ez így, hanem sokan mások is ezt így élik meg, és így élik át, hogy foglalkoztat bennünket a jövő, foglalkoztat bennünket az, hogy milyen eszközökkel és milyen utakon tudunk közelebb jutni céljainkhoz, és hogy tudunk megfelelni küldetésünknek. Hogy milyen lesz, hogy miben fog különbözni a mostani év, az előttünk álló év az előbbitől, azt nem lehetne megmondani szerintem, azonban egy dolgot nagyon határozottan szeretnék kijelenteni, és ezt egy pozitív üzenetként továbbítani a kedves híveknek, a kedves hallgatóknak, mindazoknak, akik követik ami programjainkat és ami jelenlétünket. Ez a pozitív üzenet arról szól, hogy nem szabad megállnunk.
nem szabad leragadnunk egy pontnál, amelyről azt hiszük, hogy egy zsákutca, és amelyből nincsen kiút. Ugye sokszor az elmúlt heteknek, elmúlt hónapoknak a tapasztalatai épp ezt próbálták, hogy elültetni belénk, hogy lelkünkbe és gondolatainkba, hogy mennyire sarokba szorítva érezhetjük magunkat, és érezzük magunkat, és nincsenek megoldások. Holott a valóság nem erről szól. Az tény, hogy egy nehéz időt élünk, egy szokatlanul és egy váratlanul, és hogy most már túl elhúzódott, ugye megpróbáltatási időnek vagyunk mi az elszenvedői, és nem látjuk még mindig ugye ennek a végét, de ez nem azt jelenti, hogy ez az idő nem tartogat számunkra lehetőségeket, ez az idő nem tartogat számunkra új esélyeket, ez nem azt jelenti, hogy mi nem tudunk tanulni ebből a tapasztalatból, és hogy nem tudunk sok mindent ugye jóra fordítani ebben az időszakban. Abból, ami történik velünk, abból, amit nem tudunk megvalósítani, abból, amit át kell gondoljunk, át kell értékeljünk. Ugye nagyon sok minden van, amit, hogyha komolyan közelítünk meg, és komolyan próbálunk értékelni, akkor még akár a javunkra is szolgálhat. És fel tudjuk fedezni azt, hogy tényleg a korlátozások, a szorítások, szigorítások ellenére is ugye vannak lehetőségek, vannak új utak, és sok esélyt is találunk abban, hogy ugye megtaláljuk a helyünket, hogy tevékenykedni tudjunk, hogy igen, egymásra találjunk, és hogy szép dolgokat megvalósítsunk. Tehát ez az egyik dolog, és az nagyon fontos számomra, ugye, hogy megmaradjunk egy ilyen pozitív hozzáállást. Ne engedjünk az elkeseredésnek, illetve ne próbáljunk hozzászokni ehhez az állapothoz, mert nem ez az igazi realitás, nem ez az igazi, mondjam úgy, kerete a mi életünknek. Ez egy időszakos, mondjam úgy, egy időhöz kötött állapot, de az úgynevezett normalitás, ami meghozza és megengedi nekünk a kibontakozást és az eredményes jelenlétet és tevékenységet, az nem az, ahhoz hozzátartozik ugye a mozgásszabadság, ahhoz hozzátartoznak a feltétel nélküli találkozások, és még sok minden más. Ezekről nem mondhatunk le. Még akkor is, hogyha egy bizonyos ideig vissza kell tartsuk magunkat ezektől. Ez az egyik, tehát, hogy egy pozitív hozzáállással legyünk, és ezt próbáljuk egymás felé is úgy sugározni, egymás felé közvetíteni. A másik, ami nagyon fontos, úgy szintén azt hiszem, hogy igen, terveznünk kell. Ugye sokat beszélgettem a napokban emberekkel, kollégákkal, és ez annyira jó eső érzés volt, amikor láttam azt, hogy igen, vannak terveink, vannak elképzeléseink a jövőről. Igaz, hogy egy kicsit úgy félszegen tesszük ezt, vagy egy kicsit jobban meggondolva azt, mindig hozzáadva azt is, hogy amennyiben lehet, majd megvalósítjuk ezt is azt, de nagyon fontos az, hogy igen, legyenek elképzeléseink, legyenek terveink, legyenek céljaink erre az évre is, és akkor biztos, hogy bármilyen helyzetben és bármi is adódna, következő hetek és hónapok folyamán helyt tudunk állni, és igen, ha szükséges, át tudunk állni egy olyan létezési vagy tevékenységi módra, amely segít bennünket közel lenni az emberekhez, illetve segít bennünket mégis egységben maradni. Tehát legyenek terveink. Tehát pozitívan legyenek terveink. Egy kicsit a konkrétumokra térjek ki. Ugye egyházmegyei szinten eddig mindig már decemberben megvoltak az éves előre látott tervek. Most ebben az évben nem siettük így el, de azért van egy programterv, egy keret, azok a kiemelt alkalmak, amelyek a közösségépítést szolgálják, azt mondanám, hogy ebben az évben
inkább ezt emeltük ki, mert a kisebb csoportos képzési lehetőségeket legalábbis egyenlőre nem tudjuk megragadni a fizikai jelenléttel. Ugye vannak az egyéb lehetőségek, ugye az interneten keresztül, a Zoomos vagy más platformokon, de most egy kicsit próbáltunk inkább erre a közösségépítésre úgy koncentrálni, és olyan jellegű tevékenységek szerepelnek ami éves programunkba. Itt is hozzá téve azt, hogy igen, mindezeket tovább tudjuk fejleszteni, gazdagítani, és hogy ebben az évben egy bizonyos többletmunkát fog jelenteni számunkra az, hogy időnként átértékeljük, újraértékeljük a lehetőségeket, és akkor úgymond akkomodálódjunk, és igazodjunk ahhoz a realitáshoz, amelyben éppen élünk, és igen, nem hogy rögtönözzünk, de hát tudjunk még beiktatni új lehetőségeket. Azonban én ebben látom a mi jelenlétünknek is, mondjam úgy, jövőbeni tevékenységnek a súlypontját, a közösségnek a megerősítése. Az emberek eléggé ugye eltávolodtak egymástól és a közösségtől. És ez nem azért, mert elhanyagolták volna ők azt a kapcsolatot, hanem éppen azért, mert a helyzet ezt rákényszerített bennünket erre. A fizikai távolságtartás, akkor ilyen karanténos időszakok, akkor sok egyéb más, amit ugye nem tehetünk most nagyobb csoportokban, de még kisebb csoportokban is nehéz. Akkor gondolok itt az iskolai oktatásra, ahol egészen másképp történik minden, mint ahogy a megszokott módon kellene ez történjen. Tehát ez egy távolságot, egy eltávolodást jelentett az emberek életében, családok életében, még a mi életünkben is. Hogyha ugye sikerül túltennünk magunkat, sikerül ugye kigyógyulni a világnak ebből a vírusból és ebből a járványból, akkor ugye ez az egyik nagy-nagy feladat, ami előtt találja magát nem csak a Várad Egyház megye, hanem azt hiszem, hogy az egész egyház és az egész világ, hogy ismét elkezdjük építeni, élővé tenni és erősíteni a közösségeket, ismét egymásra találni, és ismét megkeresni az utakat egymás felé. Ugye megnyitni az ajtót, a bizalomnak az ajtaját egymás felé, amely ugye feloldja bennünk ugye a félelmet, a visszatartást, ugye, és ami sokszor úgy próbára tesz bennünket. Igen, a következő évnek, tehát ennek az évnek ez lesz majd az egyik feladata, hogy független attól, hogy véget ér, vagy mikor ér véget ez a pandémia, ez a járvány, de ez már most egy nagy-nagy feladatunk, hogy tudjuk összetartani a közösségeinket, hogy tudunk minél szorosabban kapcsolatban maradni egymással, hogy tudunk találkozni egymással, és itt nem kimondottan csak a fizikai, közeli fizikai találkozásra gondolunk, hanem igen, hogy tudjuk elérni azt, hogy a mi környezetünkben senki ne érezze magát egyedül, senki ne féljen attól, hogy nincs, aki szóljon hozzá, vagy aki mellé álljon akkor, amikor a szükség van. Igen, ez az egyik dolog, a másik pedig ugye arra is kell törekednünk, hogy próbáljunk egy olyan üzenetet közvetíteni egymásnak, amiből az én fele barátom tud táplálkozni, tud erőt meríteni. Ugye, mintha a korábbi időkben erre nem igen figyeltünk volna. El voltunk foglalva mindenféle programokkal, képzési programokkal, kulturális programokkal, valahogy úgy természetesnek vettük azt, hogy ez mind-mind történik, és néha majdnem már nehezünkre is esett, vagy kimerítőnek találtuk, hogy annyi minden történik, de nem gondoltunk arra, hogy mindezeken keresztül én adok-kapok. Tehát gazdagodok azáltal, hogy gazdagítok mást is. Na most, minthogyha én is ezt így érzem, hogy minthogyha minden megnyilvánulásunk, ezzel a belső örömmel tölt el bennünket, hogy hát nézd oda, mégis adhatok valamit egy ilyen hideg világban is, egy ilyen kilátástalan világban is, és nézd oda, kaphatok is valamit.
Még akkor is, hogyha a fele barátom, akit szeretnék látni, akit szeretnék ugye megölelni, vagy megfogni, vagy megérinteni, vagy akinek a közelbe szeretnék lenni, ugye az nem lehet itt. Tehát kaphatok, de ugyanakkor adhatok. És ezt úgy mind lebontani, úgy valahogy életbe ültetni, életre, életté váltani, ez nagyon fontos a mai ember számára a mostani időkben. Igen, én ebben látom úgy a súlypontot a következő évben. Tartok attól, illetve óvakodok attól, hogy nagyon-nagyon sok konkrétumot beszéljek, de illetve mondjak, hogy majd mi lesz és mit tervezünk. Azonban ezt még egyszer határozottan, hogy kijelentem, és ezt valahogy úgy üzenetként is továbbítom, és kérek is mindenkit erre, hogy azért legyünk mindig nyitottak, maradjunk nyitottak a lehetőségek előtt, és még a mostani állapotokban is lássuk meg a lehetőségeket is. Nem mindig azt nézzük, hogy mit nem lehet, mit kellett ugye lemondani, mit kellett elhagyni, hanem próbáljuk látni azt, hogy milyen lehetőségek is vannak. Azt hiszem, hogy az új év alkalmával, nem is az elmúlt év utolsó szentmiséjén, az évzáró szentmisén mondottam a következőt, hogy ne azon szomorkodjunk, hogy mit nem sikerült megvalósítani, hanem gondoljunk csak arra is, hogy mi az, amit megtehettünk volna, és nem tettünk meg. Tehát innen jöjjön az a pozitív hozzáállás, hogy igen, lássuk meg azt, amit most is lehet, és azt szépen, okosan, bátran, kitartóan tegyük meg egymásért, és akkor én biztos vagyok, hogy ez megerősíti a közösséget, és élővé teszi az egyházat, és egy jellé tesz bennünket a világ előtt. Azután menet közben ugye megadatik számunkra az, hogy megtaláljuk az adott időben, az adott pillanatban a helyes válaszokat, a helyes megoldásokat, azért, hogy ott legyünk az emberek életében, és ez nem csak a papokra vonatkozik, hanem minden jó szándékú keresztény hívőre, és nem csak, hogy igen, ne falak mögé bújjunk, zárkózzunk el, hanem ugye keressük meg a lehetőségeket, hogy igen, találkozzunk egymással, ha nem is fizikailag, de sok minden más lehetőség adatik erre, és ezt nem szabad úgy eljátsszuk ennek a lehetőségét. A püspök úr beszélt arról, hogy továbbra is törekedni kell megteremteni a találkozásnak a lehetőségeit az adott körülmények között, az adott lehetőségeknek megfelelően, de törekedni kell is a legjobban kihasználni azt a kevés vagy kicsi szűk keretet, ami ugye a jelenlegi helyzet rendelkezésünkre bocsát. A találkozáshoz ugye helyre is szükség van, meg kell teremteni nem csak a találkozásnak a lehetőségét, hanem a találkozásoknak a helyét is. És amikor ezt mondom, akkor itt konkrétan gondolok a püspöki palotára, amelynek a felújítása pontosan azt célozza meg, hogy egy olyan helyet hozzon létre, egy olyan helyet teremtsen meg, ahol az emberek találkozhatnak egymással, találkozhatnak mindazokkal az értékekkel, amelyeket az egyház képvisel. Immár 3 év telt el azóta, hogy elkezdődött ez a nagy projekt, a felújítása ennek az ingatlannak, a püspöki palotának. Hol tartanak most a munkálatok, mikor a várható nyitás, hiszen sokan vannak azok, akik türelmetlenül várják azt, hogy úgymond élvezzék ennek a gyümölcseit. Ugyanakkor azt is megemlíteném, hogy ez nem csak egy egyedüli projekt az egyházmegyének, a püspökségnek, hanem egy projekt együttesnek a részét képezi, és itt megemlíteném azt, hogy ugye ott van a kertfelújítási projekt, ott van a Székesegyház orgonafelújítási projektje, illetve ott van az Zarándokháznak a kialakítási projektje is. Hogyan találkozik, hogyan képez egy egységet mindez, akkor, amikor majd működésbe kerül? Hát mindenek előtt én csak annyival egészíteném ki ezt a kérdéseknek ezt a sorozatát, hogy
Igen, ez amire te mostan rávilágítottál, vagy rámutattál, ez egy egyházmegyei központnak a kialakítását úgy célozta meg, ez a sokféle, mondjam úgy, átalakítás, illetve befektetés. De én mielőtt válaszolnék, vagy próbálnék válaszolni ezekre a kérdésekre, azt is elmondanám, hogy az ilyen találkozási helyeknek az alakítása az történik az egyházmegyében nagyon sok helyen. Más formában ugyan, de én ezt szeretném, hogyha valamiféleképpen egy szintbe hoznánk. Igen, az egyházmegyei központ kialakítása nagyon fontos, sokféle szempontból, de ugyanúgy fontosak azok a helyi kezdeményezések, amiért ugye a paptestvérek és nagyon sok kedves hívő és egyháztanács ugye törődik, és fáradoznak azért, hogy a kis közösségekben is ott legyenek azok a gyűjtőpontok, ahol az emberek ugye otthon érzik magukat, ahol az emberek egy közösséget alkotnak, és ahol egymásra találnak, és megerősítik egymást, és ugye mennek előre a templomban, a templom körül. Én csak azt említeném meg, nem azért, hogy kikerüljem a feltett kérdéseket, de a karácsonyi idő előtt a váradi plebániák kivételével karácsony előtti napokban az egyházmegyen minden plebánosát meglátogattam. 20 percig, fél óráig mindenkinél elidőztem, azért, hogy tudjam köszönteni őket az ünnep előtt, mivel nem volt egy közös köszöntés és ünneplés, és akkor is olyan jó eső érzéssel töltött el, amikor láttam nagyon sok plebánián, hogy azért mégis ott van a tenni akarás, ott vannak a szép megvalósítások, ott vannak a szép templomaink, nagyon sokan törekednek arra, hogy a plebánia házak is, ugye meg lehet, sok plebánia házban kialakult a közösségi terem. Tehát van ez a kezdeményezés, és én azt mondom, hogy ez is legalább annyira értékes, mint az, amit itten a központba teszünk. És ezt köszönöm is a kedves paptestvéreknek, és mindazoknak, akik úgy kint az egyházmegyében, a szórványban is ugye törekszenek és tesznek azért, hogy otthont nyújtsunk a híveknek, a hívek közösségének. Nagyon fontos, ugye fontos a liturgikus jelenlét, ezt nem vitatom el senkitől, de az is fontos, hogy kapcsolatban legyünk a hívekkel, és teremtsük meg a lehetőséget, hogy a plebánián, a plebánia körül, az egyháznál ugye otthonra találjanak, feltalálják magukat, és fontosnak, hasznosnak érezzék magukat, és így építsék a helyi egyházat. Ez nagyon megörvendeztetett engem szinte, ez volt nekem a legértékesebb karácsonyi ajándék, hogy ugye azt a nagy körutat megtettem 3-4 napon keresztül, annyi pappal találkoztam, nem protokoláris módon, hanem egyszerűen úgy barátiasan, és igen, kicserélhettük, megoszthattuk egymással a gondolatainkat, és láthattam azt, hogy igen, mi minden történik. Ami pedig itt a központban történik, hát igen, nagyon sok minden változáson mentünk át, nagyon sok változáson mentünk át az elmúlt évek leforgása alatt, gondolok itt az elmúlt 3 évre, de hogyha őszinte akarok lenni, akkor a palota felújításának a folyamata már sokkal korábban megkezdődött, akkor, amikor hát elkezdtünk álmodozni, tervezni, kidolgozni a terveket, keresni a forrásokat, és így tovább. És tényleg úgy van, hogy 3 évvel ezelőtt elkezdtük magát a munkálatot, illetve a munkálatokat, elindultak a munkálatok, a felújítási munkálatok, és hát decemberre be kellett volna fejezzük, de ugye köszönhető az előállt helyzetnek, ugye ez a járványhelyzet, amire senki sem számított, ugye van egy kis csúszás, ami mégsem keserít el, vagy ugye ejt kétségbe bennünket, mert azért mégis azt mondom, hogy a csúszás ellenére ugye egy megfelelő időben vagyunk, és én nagyon remélem, hogy úgy fokozatosan, lépésről lépésre, de ez év tavaszától most már látogathatóvá tudjuk tenni, igen, fokozatosan az egész épületet. Ugye voltak már olyanok, akik megjegyezték nekem, hogy mióta a palotát és a
hát a többi létesítményt, hogy elkezdtük felújítani, és elindult ez a munka, mint hogyha sűrűbben festeném a hajamat, ugye, mert hát, mintha fehérebb. Igen, nem kis gonddal jár ez a nagy kezdeményezés, de ott van benne az öröm is, hogy látod, hogy kialakul körülötted minden, amire nem is gondoltál eleinte. És ez köszönhető annak, hogy ugye jó tervezők és jó felügyelők vannak, és olyanok, akik követik és irányítják ezeket a munkálatokat, és akikkel együtt tudsz dolgozni. Mert nem takarom, vagy nem tagadom azt, hogy azért próbálok eléggé közel lenni az egész folyamathoz, néha talán túl közel is, de igen, szeretném tényleg látni azt, hogy egy igényes munkát végzünk, nem eltúlozva a dolgokat. Tehát ezt kimondom mindenki előtt, hogy mi nem pompát akarunk bevinni ebbe az épületbe, és nem azt akarjuk hangsúlyozni, hogy mostan milyen nagy gazdagságban él a Nagyváradi Egyházmegye, hanem egyszerűen vissza akarjuk adni ennek az épületnek és ennek az épület együttesnek azt a fényét, amely egy ilyen, mondjam úgy, épület együtteshez, egy ilyen örökséghez tartozik. Nem csak a külső szépséget nézve, hanem a funkcionalitást is. És itten van az, ami úgy mindig foglalkoztat bennünket, hogy igen, nem csak restaurálunk azért, hogy legyenek szép falak, szép színek, szép épületek, szép felújított kőelemek, díszítések, hanem azért dolgozunk, hogy ez az épület minél hamarabb ugye látogatható legyen, és egy befogadó házként fogadja, illetve aki oda betér, és aki látogatóként vagy vendégként oda betér, ott érezze, hogy ez egy befogadó házba lépett be, ahol lehet töltekezni, ahol kap valamit. Nem csak a múlt idők értékeiből, kincseiből, a múltnak a hagyatékából, azzal ismerkedve kapok valamit, hanem azért, mert a mostaniak tudnak bánni az elődök által ránk testált kincsekkel, és tudnak meríteni belőlük, hogy alkossanak valami újat, és hogy a közösség javára fordítsák. Püspöki palotának a javításával kapcsolatosan az elmúlt napokban is több egyeztetés folyt, ugye most is onnan jövök egy ilyen egyeztetésről, amelyben arról próbáltunk ugye tisztában látni, illetve tovább haladni, hogy hogyan alakítsuk ki az úgymond muzeális részlegnek a berendezését. Ezt azért úgy hangsúlyozom ki, mert hogyha már a muzeális részleg berendezését emlegetem, akkor azt jelenti, hogy hamarosan majd megnyitjuk ugye a legalábbis részben az Egyházmegyének a múzeumát a Püspöki Palotában. És tényleg vannak konkrét terveink. Nagyon szeretném, hogy az idei Szent László ünnepre, május 2-ára a palotának egy része már látogatható legyen, és ott berendezett, kialakított kiállítás fogadja a látogatókat. És majd így fokozatosan egészen az őszig, illetve az év végéig az egész épület bejárható, látogathatóvá legyen, és az emberek, az érdeklődők, a látogatók tudjanak ismerkedni ezzel az épülettel, amely nagyon sok érdekességet tartogat mindenki számára. Úgyhogy folyik a munka, még nagyon sok tennivaló van hátra, nagyon sok téren kell most ugye ott lenni,
de mondjam úgy, hogy a munkának a jelentős része azért már mögöttünk van, és most, amit még be kell fejeznünk, az a termeknek a, mondjam úgy, az a finisz munka, tehát inkább a termeknek a kialakítása, a vakolatoknak a simítása, rendezése, de mindaz, ami egyéb ugye, átalakítások, vagy fűtési, vízvezetéki hálózatok is, mi egymás, ezeken már mind túl vagyunk. Igen, sok még a munka, de május másodikára remélem, hogy most már akkor be tudunk úgy lépni a palotába, hogy azt mondhatjuk, hogy egy része látogatható, és ott már vendégeket és látogatókat tudunk fogadni. Ami a funkciókat illeti, erről is volt már szó, de kihangsúlyoznám azt is, és erről elég sokat úgy vitatkozzunk néha, és ezt próbáljuk, úgy próbálom én is úgy mindenkinek a gondolataiból úgy elültetni, hogy egyrészt nagyon fontos, hogy a értékeinknek a megőrzése és megmutatása. Nagy-nagy felelősséggel tartozunk ezen úgymond hagyaték iránt, amit ugye hát mi is örököltünk elődeinktől. Ezt nem szabad és nem lehet akárhogyan kezelni és akárhogyan bánni vele, ezért szakszerűen próbáljuk megtalálni azokat az utakat, lehetőséget, megoldásokat, amelyeken keresztül nem csak őrzői vagyunk ezeknek az értékeknek, ennek a hagyatéknak, hanem meg tudjuk mutatni másoknak is, mert ez is már egy múltról, egy történelemről, ugye majdnem egy 1000 éves történelemről szól, ugye az egyházmegyének a múltjáról, de nem csak az egyházmegyének kell itt gondolni. Ugyanakkor ott van az úgymond lelkipásztori meggondolás és a lelkipásztori szempontok. Ezt mindig úgy kihangsúlyozom, ugye, hogy én a püspöki palotát, a Váradi püspöki palotát nem szeretném, hogy egy múzeum legyen. Tehát nem szeretném azt, hogy ha valaki oda belép, akkor az a múzeumi hangulatba burkolódzon, mert ugye nem múzeumot akarunk mi alkotni, még akkor is, hogyha muzeális részlegek is vannak, és elég jelentős felületet foglal ez el. De a múltba való visszatekintésnek segítenie kell, ez a múltba való segítsen bennünket abban, hogy mi a jövőbe nézzünk. És ezért a mai kereső, néha ugye megtévedt, eltévedt ember, ha betér ide, akkor talán ez az én reményem, talán kap egy indítást arra, hogy van egy kiút, van egy megoldás az én kérdésemre. Nagyon remélem és szeretném azt, hogyha a látogatóink közül sokan lennének azok, akik ráébrednének arra, hogy hát bennem is van egy képesség, én is egy értéket alkotó, nem értéket konzumáló ember vagyok csupán, hanem egy értéket alkotó ember is tudok lenni, én is tehetek hozzá valamit, és így tovább. Tehát a palotáról ennyit, hogy fokozatosan a tavasztól kezdődően majd már, illetve megnyílnak a lehetőségek, hogy látogathatóvá legyen. Ami a többit illeti, igen, a püspöki palota kertje, az annak a felújítása lezárult az elmúlt év májusában, azóta sok minden történt. Mindaz, amit úgymond a leltárhoz tartozott, mint növény állomány és fa állomány, az azóta nagyon sokat gazdagodott. Most a leesett hó alatt ugye azt hiszem, hogy nagyon szépen helyezkedik minden, mert ugye legalább 70 fajjal gyarapodott, gazdagodott az elmúlt hónapokban a már meglevő állományunk a püspöki palota kertjében. Rengeteg virág lett elültetve, tehát ha megjön a tavasz, akkor biztos, hogy egy sokkal színesebb, vonzóbb környezet fogja fogadni a látogatókat és a kedves testvéreket itt a mi püspöki palota kertjébe, a palotánk kertjébe. Azért fordítok annyira nagy figyelmet erre, mert itt nem csak egy kertnek a úgymond gondozásáról van szó, ami hát jó, hogyha rendben van, hanem
ez is egy olyan gyűjtőpont, egy olyan találkozási tér lehet, ahol sok minden jó dolog történhet. Azon kívül, hogy így az emberek találkoznak, és hát igen, élvezik az egymással való találkozásnak az örömét. Közösségek, csoportok találkoznak, ugye nagyon hasznosnak bizonyult egyébként ez a kert az elmúlt hónapokban, mert a szabadban nagyon sok minden történhetett, szabadtéri programok, de akár családok is találkoztak, gyerekek ugye otthon érzik magukat, tehát egy biztonságos hely, ahová szívesen jönnek az emberek, de ott van a természet. És igen, annyira fontos, hogy találkozzunk a természettel és a természet csodáival. Annyira szép, mikor reggel hallod a madarak csicsergését, és mikor látod, hogy a madár kiállított, kifüggesztett madár etetőkön, ugye ott csipegetnek ugye a madarak. Most már visszaszoktak a madarak, és ugye, hogyha a Cili, a kedves kis cicánk ugye nem bántja őket, akkor a madarak békében és nyugodtan esznek ottan a kifüggesztett madár etetőn. Igen, találkozni a természettel, Isten csodálatos szép világában. Nagyon sok tapasztalatom van ilyen szempontból, az emberekkel beszélgetve, hogy igen, úgy néha elcsodálkoztam, hogy sokan mennyire távol vannak, és mennyire tudatlanok is tudunk lenni. Elmegyünk dolgok mellett, és nem veszük észre. Csak hogyha rámutat valaki, akkor rájövünk, hogy hú, hát milyen csodálatos az, hogy igen, ez is történik. Egy kis példát mondanék itt el. A napokban történt, amikor még ugye enyhébb volt az idő, és a már kikészített és beültetett virágágyásokon egy kisgyermek ottan szaladgált, miközben már a tulipánok és a nárciszoknak a ugye hajtásai már szépen kibújtak, és biztos, hogy hát nem nagyon örültem neki, holott ki van írva, hogy ott beültetett felület. És először kicsit úgy indulatosan oda mentem, de utána egy kicsit lehiggadtam, és nem is a szülőnek, illetve az apukának, hanem a gyermeknek mondtam, hogy hát gyere, légy szíves, és sétáljunk, és fogocskázzál itten, mert... És akkor kezdtem magyarázni neki, hogy ottan vannak növények. Ottan elültettük azokat a kis hagymákat, és nézed meg, hogy itt vannak ezek a kis hajtások, és ebből egy csodálatos szép virág lesz. És akkor egy kicsit így beszélgettem vele, és nagyon figyelt a gyermek. Egy kis gyermek volt. És nézett rám, és nézte azt a kis hajtást, a tulipánnak azt a kis egyét, ahogy kibújt ugye a meleg hatására, egy kicsit korán. És nézett rám, és én ezt mind mondogattam neki, hogy igen, ebből egy szép virág lesz. Egy olyan csodálatos szép virág lesz, meglátod, milyen jó lesz. Kicsit később majd jöhetsz, pár hét múlva jöhetsz, és locsolhatod, és olyan szép lesz. És mikor ezt így mondom neki, hogy nagy szemekkel nézett rám, és nézte azt. És egy olyan gesztus következett, amikor én szinte kikapcsoltam. Ez a kisgyermek lehajult, és elkezdte így szépen simogatni azokat a hajtásokat. Találkozott a természettel. Megérintette a természetet. És akkor ez még nem a történet vége. Odajött az édesapa, és megköszönte, hogy ezt az élményt így adtam neki. Mondtam, hogy nekem ne köszönjem, én egyáltalán nem voltam erre felkészülve. Én először egy kicsit bosszankodva jöttem, mert féltem, hogy kitapossák nekem a virághajtásokat, és nem élet belőle. És ez tényleg ott van a életünk, hogy nem veszük észre a dolgokat, nem tudjuk észrevenni, és most annyi sok ilyen lehetőség adódik. Természetesen, hogy itt majd lesz egy feladat az iskolának, már ugye több iskolából is volt ilyen tapasztalat, hogy eljöttek, itt programokat rendeztek a mi kertünkbe. Más csoportok is ugye otthonra találnak, találkoznak a természettel, és akkor mindjárt gazdagodnak lelkileg.
Ugye sok turista is ellátogat hozzánk, és általában meg szoktam szólítani őket. Nem nagyon tudják, hogy kivel van dolguk, de mindig úgy megkérdezem, és volt egy alkalommal az ősz folyamán, még a kora ősszel egy házas pár, fiatal házas pár, és megtudtam tőlük, hogy Bukarestből jönnek, és hogy nagyon tetszik nekik a város, és ez a mi környezetünk is. És úgy fontosnak tartották kihangsúlyozni, hogy most már másodjára jöttek, visszajöttek. Két héttel ezelőtt is itt voltak, de most is visszajöttek. És kérdeztem, hogy miért jöttek vissza. Azt mondja, hogy olyan szép ez a természet itt, és ők látták a szép fákat ott a kertnek az egyik sarkába, de ők visszajöttek, mert akarták látni ezeknek a fáknak a leveleit akkor, amikor már kezdenek sárgulni. És valóban, hogy azért jöhettek, mert úgy találtam rájuk, hogy gyűjtötték azoknak a fáknak a leveleit egy kis zacskóba, és aztán még meg is kérdezték, hogy szabad-e. Hát nekem ugye eszembe se jutott volna, hogy én visszamenjek egy ekkora távolságba megnézni, hogy milyen az annak a fának a levele. Igen, ezek ilyen, mondjam úgy, történetek, de a lényeg az, hogy sokszor nem elmenjünk a dolgok mellett, és nem vesszük észre, és ezt meg kell lássuk a bennünk és a mellettünk lévő csodát. És segítenünk kell másokat is abban, hogy ezt felfedezzük. És akkor, hogyha ezt megtettük, akkor mi is ugyanazt tesszük, mint az a gyermek, és akkor mi is meg tudjuk simogatni Isten csodálatos művét, alkotását bennünk is körülöttünk. Ez a kert az orgona felújításának a projektje egyenesben van, itt nincsen csúszás, a február második felében kezdődik az orgona beépítése, illetve maga a hangszernek a visszaszállítása és kialakítása, mert az elmúlt időben a műhelyben Gyergyó Szent Miklóson dolgoznak rajta. Itt Váradon időközben az történt, hogy az orgonának a háza, maga a szekrény, az került restaurálásra. Ilyen formában azt lehet mondani, hogy a 19. századi színezés az lett előhozva, és az lett konzerválva, és úgymond az szépíti most a székesegyházat. És a februártól kezdődik, majd február második felétől az magának a hangszernek is a kialakítása, beépítése, úgyhogy ez egy hosszabb folyamat lesz, de reméljük, hogy szeptember végéig befejeződik, úgy, ahogy terveztük, az orgona beépítése, és szeptember végén, október elején megtarthatjuk az orgona megáldását, és hallhatjuk az orgona szót. És ami még hozzátartozik ehhez a nagy projekthez, a zarándokháznak a kialakítása, ez a régi szemináriumi épület újabb szárnyának a felújításáról szólt. Azért mondom, hogy szólt, mert a munkálatokat befejeztük már az elmúlt nyáron. A fogadásra kész az épület, csak sajnos a járvány miatt nem tudtuk még átadni, használatba adni, mert ugye nem lehet vendégeket fogadni, illetve nem tudjuk biztosítani azokat a feltételeket, amelyek ezt megengednék, de ugye működőképes, és reméljük, hogy az év folyamán most már majd, hát igen, az a zarándokház is fogadhat vendégeket, de ugyanakkor segítségünkre lehet saját programjaink megszervezésében. Hiszen igen, kedves híveink, egyháztanácsosok, más csoportoknak a fogadását is terveztük, és ez nagyon jó fekvésű épület itt közvetlenül a Székesegyház mellett, tehát kialakítva ezt a központot, ami hát igen, remélem, hogy sok áldást fog hozni sokak életébe. Beszéltünk arról, amit az egyház megye belsőleg úgymond tesz, a híveiért tesz, viszont az egyháznak az egyik feladata az is, hogy kifele tekintsen és megszólítson, kapcsolatba kerülje másokkal is. És amikor ezt mondom, akkor gondolok itt az ökumenizmusra, a más felekezetekkel való kapcsolattartásra, a közös utak keresésére.
jövő vasárnap kezdődik az idei imahét, a keresztények egységéért való imahét. Nyilván, hogy bármilyen témát közelítünk meg, akarva akaratlanul a járvány helyzetre kell hivatkoznunk, és arra, amit lehet, illetve nem lehet megtenni a járványügyi intézkedések miatt. Az idén ez az imahét is egy kicsit másképp fog zajlani, mint amihez hozzászoktunk az elmúlt években. Az adott körülmények között, úgyhogy minden felkezett a saját templomában imádkozik a keresztények egységéért, hogyan sikerül mégis érvényesíteni az egységre való törekvést, a közös utak keresésére való törekvést ebben a rendkívüli helyzetben? Egy egyszerű válaszsal jöhetek eléd, hogy azáltal, hogy nem mondunk le egymásról, a járvány vagy a nehézségek ellenére sem. Az tény, hogy nem tudjuk úgy megvalósítani ezt az imahetet, ahogyan szoktuk, de kerestük és keressük az új utakat, és azokat az utakat járjuk, amelyek ugye járhatóak ebben az időben. Itt hozzátenném azt, hogy igen, itt Nagyváradon megvan ez a szép szokás, hogy ugye hát ima hét, ima nyolcad, vagy akárminek is szokták ezt nevezni, ez nálunk most már ugye 12 alkalomra nyúlt ki az elmúlt évben, mert elég sok olyan keresztény felekezet volt és van, akik igen nyitottságot mutattak ezen alkalmakkal szemben, és igen meghívtak, és megszervezték, és igen, örültek annak, hogy minél több képviselő, minél több felekeznek a képviselője ott lehetett. Nem csak képviselő szinten, hanem mint közösség is. Ugye itt említeném meg, ugye, hogy ez egy eléggé ugye sokszínű, mondjam úgy, közösségként alakult. Ugye a történelmi egyházak, hát ugye román ortodox, ugye a római katolikus, a görög katolikus, a református egyház, az evangélikus egyház, még az unitárius közösség, unitárius egyház is ugye része ennek, még a messiás és zsidó közösség is, de ott vannak a pünkösdista felekezetek, vagy a baptista felekezetek is. Tehát ugye elég sokan úgy bekapcsolódtak, és ez már úgy lassan kialakult már az elmúlt évek leforgása alatt, hogy minden este, illetve minden felekezet egy-egy estét szentelt erre a találkozóra, ima találkozóra, erre a közösségre, közösségépítésre. És így jó volt ezt mindig látni, hogy tudunk, hogy merünk közeledni egymáshoz. Hogyan, mi történik akkor, amikor elindul ennek a sorozatnak előkészítése, mennyi egyeztetés és mennyi közös tervezés is most már. Tehát ez egy nagyon szép élmény volt, és nagyon jó tapasztalatokkal járt. Ebben az évben, mint mondom, nem lehet úgy megszervezni, hogy eddig, de nem mondunk le egymásról, és tovább szervezzük a lehetőségekhez mérten, természetesen nem a fizikai jelenléttel, hanem úgy gondolták ki a szervezők, vagy úgy javasolták, és ezt így el is fogadta mindenki, hogy minden felekezet a saját templomába, imaházába szervezi meg egy-egy kijelölt napon, estén az imát, a saját szertartás rendje szerint. Ez azonban közvetítve lesz egy közös platformon, tehát mindenki bekapcsolódhat, és itt a mindenkinek a feladata, hogy mi közvetítjük vasárnap, és követik a többiek. A mások közvetítik hétfőn, követjük mi is. Tehát így bekapcsolódunk egymásnak a közvetítésébe. Ezzel is ápolva ezt a kapcsolatot és ezt az egységet, szükség van arra, hogy egymást bátorítsuk, és egymás mellett ugye kiálljunk. Ugye nem kerülheti el figyelmünket az, hogy azért sok-sok nehéz megpróbáltatás is van. Várjuk, izgalommal várjuk ezt a reménységgel várjuk ezt a hetet, és én biztos vagyok, hogy ez is egy olyan lehetőség, egy olyan
egy olyan kihívás, egy olyan lehetőség, ahogy mondom, hogy amely megmutatja, hogy igen, sokféle út van, ami elvezet bennünket egymás megismerésére, egymás értékelésére. Csak meg kell keresnünk, meg kell találnunk, fel kell vállalnunk. Püspök úr, több témát érintettünk már, és bárhogyan közelítettünk meg bármilyen témát, akarva akaratlanul szóba jön a járványügy, a járványügyi intézkedés, és ahogy a püspök úr az elején is mondotta, már eléggé elhúzódott ez az időszak, amiről számítottuk azt, hogy tudtuk, hogy egy bizonyos időszak lesz, egy bizonyos időtartama lesz, de talán arra számítottunk, hogy az új év kezdetével majd ismét valamilyen formában vissza tudunk térni a normális életünkhöz. Hát látjuk, hogy ez nem úgy van, ahogy mi elképzeltük, hanem hogy ez is egy folyamat, és hozzá kell szoknunk azt, hogy ki kell várjuk türelmesen azt a folyamatot, ennek a lefolyását. Most ennek a járványügyi helyzetnek egy új szakaszába érkeztünk, és gondolok itt az oltásnak a megjelenésével, az oltási kampányoknak az elindításával. Én azt szeretném kérdezni a püspök úrtól, hogy mi az egyháznak a hivatalos álláspontja ezzel szemben, illetve hát mi a püspök úrnak a személyes meglátása, véleménye, mit javasol nekünk híveknek? Én nem szeretném ezt túl, hogy mondjam úgy, magas szinten úgy kifejezni, mert ezt meg lehet találni, erről lehet olvasni, mi az egyház álláspontja. Tény az, hogy az egyház soha nem tiltotta és nem is tiltja az oltást olyan betegségek esetében, amelyek ugye nagy veszélyt jelentenek, nagy kockázatot, vagy kockázatot jelentenek az egyén és a közösség számára. És tulajdonképpen ezért van az orvostudomány, hogy ugye a megfelelő kutatások folytán előállítsa azokat a szereket, azokat az eszközöket, amelyeken keresztül igen, az emberi természet, az emberi szervezetet ugye megtámadó betegségeket ugye meg tudja gyógyítani, illetve hogy bizonyos védelmet biztosítson az ember számára az ilyen reál reselkedő betegségek, vírusok, egyébekkel szemben. Tehát az egyház ezt nem tiltja, és sőt azt mondanám, hogy akár szorgalmazza ugye a tudományt, embereit arra, hogy igen, az élet szolgálatában tegyenek meg mindent, ami szükséges ahhoz, hogy az embernek egy biztonságos életteret tudjanak nyújtani. Igen, vannak vakcinák, ugye, oltóanyagok, hát mindenki életében már előfordult ilyen, és mindegyikünket már beoltottak, vagy megoltottak, ugye, ahogy akarjuk, valamikor, valami ellen. Ezt nem felejthetjük el. Most is egy olyan időszakban állunk, hogy egy új, ugye eléggé kiszámíthatatlannak mondható veszéllyel szemben már hónapok óta keressük a megoldást, és szinte türelmetlenül vártuk. Egy adott pillanatban az emberek már majdnem követelték azt, hogy hát miért nincs erre egy megoldás. Most ugye az orvostudomány előállt egy pár ilyen megoldással, most az a kérdés, hogy miért ilyen gyorsan. Azt is én hozzátenném azért, ne felejtsük el, hogy mostanában azért sokkal gyorsabban történik a mi életünkben és a mi világunkban minden, mint ezelőtt 10 évvel. És akár egy vakcina kidolgozása vagy előállítása az nem, tényleg nem 1-2 hónapnak a műve, de ezt én meg vagyok győződő, hogy ennek az előállítását legalábbis alapjával véve nem most kezdték el, hanem ugye vannak úgymond minták, amiből kiindulva lehet azután tovább fejleszteni egy adott helyzetben, egy adott betegséggel szemben egy bizonyos megoldást jelentő vírust. Visszautasítani ezeket a lehetőségeket csak akkor lehet, amikor az egyén részéről a visszautasítás nem jelent kockázatot, kockázatot az egyén és a közösség számára. Ez az egyháznak az álláspontja. Itt amikor azt mondom, hogy egyén és közösség, nem arra utalok, hogy én és a mellettem lévő és te, hanem az egész közösség, mert
Ugye veszélyt, kockázatot jelenthet egy ilyen pandémia, azáltal, hogy megfertőzhetem, nem ma csak magam, megfertőződhetek én, megfertőzhetek másokat, de ez egy csomó más problémát generál, ami érinti a gazdaságot, érinti munkahelyeket, érinti családoknak a biztonságát, stb. Tehát, hogyha ez nincsen megállítva valamiféleképpen, akkor fejtetére állhat a világ. És ezért az egyház mindig az egyéni felelősségvállalásra mutat rá. Rámutat az egyház és a különböző megnyilatkozások arra is, hogy ugye a kutatóknak mi a feladata, azután a gyógyszer és a vakcina gyártóknak mi a feladata. Rámutat az egyház arra is, hogy mi a kormányoknak a feladata, kihangsúlyozza azt is, hogy a Szent Atya is tette ezt nem olyan rég, hogy nagyon komolyan kell venni azt, hogy mindenki számára elérhető legyen. Ugye nem rég olvastam arról, hogy ez a világ egészségügyi világszervezet ugye felszólította a gazdag államokat, hogy ne vásároljanak fel minden vakcinát, hanem ugye fokozatosan biztosítsa mindenki a szükséges tartalékokat, de úgy, hogy minél több ország, minél több embernek tudja biztosítani ezt az oltóanyagot. Tehát ugye ez ne legyen egyeseknek a kiváltsága, hanem mindenkinek lehetőségként álljon rendelkezésére, de ugye az egyház ezt is hangsúlyozza, hogy az egyéni felelősség vállalás itten nagyon-nagyon sokat jelent, és az azt jelenti, hogy az ember nem csak saját magára gondolva kell mérlegelje a lehetőségét annak, hogy vállalja ezt az oltást vagy nem, hanem neki tudnia kell, hogy ő csak egy része egy közösségnek. És tőlem is függ az, hogy az a közösség gyógyul, vagy egészséges marad, vagy kockáztatva lesz az ő egészsége azáltal is, hogy én elzárkózok attól, ami esetleg lehetőségként adva van. A jelenlegi romániai, úgymond előírások, szabályozások szerint azt kell mondjuk, hogy, és ez így teljesen jogos és ugye normális, hogy az oltás az ingyenes, ugye az állam ezt biztosítja, önkéntes, és szabadon kell vállalni. Tehát nem lehet senkit erőltetni, hogy oltsa be magát, vagy oltassa be magát, de ugye szabadon kell vállalja, illetve eldöntse maga, hogy igen, én ezt akarom, és én ezt vállalom, és én ezt megteszem. Én nyitott vagyok a vakcina előtt, én is majd vállalom azt, és várom azt, hogy én is majd a megfelelő időben megkapjam ezt az oltást. Vállalván ezzel azt a felelősséget, amely az én részem, és amely azt hiszem, hogy mindenkinek valahogy a kötelessége is tartozik, hogy felelősen gondolja, felelősen közelítse meg ezt a kérdést az ő életében. Ne felejtsük el azt, hogy amit az imént korábban egy kicsit kihangsúlyoztam, hogy nem csak az orvosok, a kutatók kell az élet szolgálatába tevékenykedjenek, hanem nekünk is ugyanaz a feladatunk, hogy az élet szolgálatába maradjunk, és az élet szolgálatába tegyük meg a mi részünket. Úgy talán egy kicsit úgy, hogy ilyenkor, mikor ilyen témákról beszélünk, vagy ilyen döntések előtt állunk, ott állhat előttünk az a szentírási kérdés, hogy felelős vagyok én az én testvéremért. A káini kérdés. Igen. Ez nem csak most, mindig felelősek vagyunk, de ilyen időkben még inkább fontosabb számunkra az, hogy ezt úgy komolyan vegyük, és ezt így életre váltsuk. A másik pedig, ami a felelősségünkhöz tartozik, ugye, és azt hiszem, hogy itt van a nagy probléma akkor, amikor sokan ugye arról beszélnek, hogy nem létezik vírus, hogy ez az egész egy találmány, hogy
a vakcina is az egy veszély, és annak mellékhatásai vannak, és igen, minden vakcinának vannak mellékhatásai végső soron. Az tény, hogy ugye, mivel egy új dologról van szó, ezt még ugye ki kell egy kicsit jobban tapasztalni, de hogyha már ugye fel van ajánlva, illetve már megfelelőképpen ugye alkalmazásra került, akkor biztos, hogy nem jelenthet olyan nagy veszélyt, hogy ami miatt ugye engedni kell, szabad útjára kelljen engedni ezt a vírust még következő hónapokban is. Ami azonban ugye mégis a felelősségnek a területét, a felelősségnek a kérdését illeti az, hogy tényleg ki lehallgatok. Ugye itt van a nagy probléma, hogy rengeteg információval találkozik a mai ember. Ha csak nézzük ugye a hírközlő médiát, eszközöket, tehát csak erről szól, az utcán erről beszélnek, mindenkinek van egy véleménye, sokan vannak, akik nem is tudják, hogy tulajdonképpen miről is beszélnek, de azért adják tovább az információt. És akkor így könnyű az emberekben, az emberek, a társadalom, a közösségben ugye egy bizonyos hangulatot kelteni, és akkor így könnyű befolyásolni embereket és véleményeket. Ezért nagyon fontos az, hogy minden ember és minden keresztény ember azért nézze meg, hogy milyen forrásokra támaszkodik, milyen forrásokból eredő információkra támaszkodik akkor, amikor saját egyéni döntését meghozza a vakcinával szemben. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ez is, ennek is az áldozatai lehetünk, hogy egy félretájékoztatásnak a járványa, a vírusa megfertőz bennünket, és akkor nem csak saját magunkat, hanem másokat is oda vezetünk, hogy kizárják magukat a gyógyulás, a megerősödés útjáról. Én személyesen vállalom a vakcinát, én nem erőltethetek senkit, és nem is fogok senkit meggyőzni, hogy akarni meggyőzni arról, hogy oltassa be magát, vagy nem. Azonban mindenkit arra kérek, hogy tényleg felelősen gondolja át, és nem a mindenféle információk hatására, hanem arra, ami tulajdonképpen nekünk lehetőségként adva van, és ami tulajdonképpen a mi feladatunk is, küldetésünk is, hogy az élet szolgálatában éljünk, tevékenykedjünk, és ezt biztosítsuk, az élet szépségét, gazdagságát biztosítsuk a testvéreinknek és egész környezetünknek. Köszönöm szépen a mai beszélgetést. Kívánom, hogy Isten áldása kísérje minden kezdeményezését az egyházmegyének püspökúrnak személyesen. A nézőinknek megköszönöm azt, hogy követtek minket a mai beszélgetés alkalmával is, és mindenkinek áldott újévi napokat kívánok. Dicsértessék Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Én is minden jót kívánok mindenkinek, a Jóisten áldása kísérjen bennünket továbbra is.